rendszeres klubházába szembeülök Nagy Bélával, a Ferencváros hű krónikásával. Az igazolvány tanulsága szerint hivatalosan 25 éve kezdődött ez a szerelem. De vajon igazából mikor kezdődött? Hát, mint régi ferencvárosi gyerek, Drége utcában laktunk, hát egész kiskoromban már kijártam az Üllői útra, és hát utólag bevallhatom, olyan is volt, hogy nem jeggyel, hanem a hátul a Gyáli úton, a kerítésen, ott volt egy ilyen kis mélyedés, ahol hát be lehetett szökni, és nagyon sok meccset. Tehát úgy néztünk, ez a szerelem, hát ez úgy néz ki, most már egy életre szól, elkezdődött gyerekkorba, először csak mint meccsre járó kisdiák, aztán később spirális füzetekbe összegyűjtögettem a különféle Fradival kapcsolatos dolgokat, fényképeket, és hát egyre a kis házi archívumom hát gyarapodott, míg nem elérkezett 1967, amikor ugye a Szeretett Egyesület egy gyönyörű bajnokságot nyert, és kerestek egy olyan fotót, ami az első bajnoksággal kapcsolatos, és hát azt a táblóra szerették volna feltenni, hát ezt nálam meglelték, és hát ettől kezdődik tulajdonképpen ettől az időtől a szorosabb kapcsolat, tehát több mint szurkolói. 1968-ban az akkori propaganda, tájékoztatás és propaganda bizottságban, akkor Agipro bizottságból oda hát társadalmi munkába hát felvettek, és mindjárt egy feladatot hát adtak, hogy próbáljam összegyűjteni a klubnak nem csak a közelmúltbeli történéseiről készül dokumentumokat, újságcikkeket, fotókat, hanem hát minél mélyebben az időben visszatérve a század végre, a század előre, amikor hát a Franstadtban, ugye hát akkor még így becézték, és hát a Franstadt szóból származik a Fradi szó is tulajdonképpen, Franstadti, Fradi, így jött ki, és tulajdonképpen, tehát ettől az időtől kezdve a 60-as évek végéig, hogy hát próbáljam ezeket a dolgokat összegyűjteni, ezt eleinte, ahogy mondtam, társadalmi munkába, tehát a napi munka mellett, utána pedig 1970-től már főállásba, és még hát a régi klubházba is ugye volt szerencsém dolgozni, és hát nagyon sok hajdani nagysággal még a eredeti klubházba ott tudtam beszélni, amit hát épp egy 7 évtizeddel ezelőtt adtak át egy Jánszki és Szívesi mérnököknek a produkciója volt, ők tervezték, és hát tulajdonképpen ez volt a Ferencvárosnak itt akkor nem csak a klubháza, hanem itt voltak a irodák is, de még vissza-vissza jártak érdekes módon a Széchenyi kávéházba, a hajdani ős klubházba, mert annak idején ott volt a Mester utcai és Ferenc körös sarkán a Széchenyi kávéház, és ott gyülekeztek mindig a hajdani nagyságok, meccsek előtt, meccsek után ott vitatták meg a dolgokat, és még ezt szintén kevesen tudják, ott volt Budapesten az első meccs eredmény hirdető hely, tudnilik kitettek egy fekete iskolai táblát a kávéház kirakatába, és krétával kiírták az aznapi vagy az előző napi Fradi meccsnek az eredményeit, hogy a járók elők is ugye tájékozódjanak, hát főleg a franstati polgárok jártak arra, tehát így is próbálták toborozni a csapathoz a híveket, hogy már akkor tájékoztatást adtak. Amióta Nagy Béla a Ferencvároshoz került, azóta nem múlt el idő, fél év, év, hónap, Fradi kiadványok nélkül. Beszéljünk talán először a régi újságokról, aztán a könyvekről, brosúrákról, amelyek Magyarországon egyedülállóan reprezentálják ezt az egyesületet. Hát ez se indult valami nagy könnyen. Hát a Fradi híradó az jövőre lesz 25 éves. Az elsőt azt elég nagy nehézségek árán sikerült kiadni, nem valami jó szemmel nézték, hogy klub hát próbál ilyen jellegű kapcsolatot teremteni a szurkolótáborával, viszont hát ez létkérdés, mert az egyesületnek és a szurkolótábornak ez egy olyan kapocs, ami hát bebizonyította az elmúlt 2,5 évtized, hogy nélkülözhetetlen, és nem véletlenül a többi klub is hát törekszik arra, hogy ilyeneket csináljon. Az elsőt azt nagyon nehéz volt megcsinálni, elég tapasztalatok is voltunk, és hát tulajdonképpen az ráfizetéssel is zárul, de mutatja az akkori elnöknek, a Harót Jánosnak a nagyvonalúságát, hogy ő nem